Jó reggelt kívánok, kezdünk. Megtalálhatták 7 év után Balla Irma gyilkosát. Egy jelenleg is börtönben ülő férfit gyanúsítanak. A gyilkossági ügyben először az egykori fideszes képviselő fiát vádolták meg, később azonban felmentették. Most jöjjön az ügy összefoglalója, utána pedig megszólal Balla Irma fia. Ifjabb Schönstein Sándor vádlott bűnös. Rezzenéstelen arccal hallgatta az ítéletet Balla Irma fideszes önkormányzati képviselő fia, akit anya megölésével vádoltak. Ezért a bíróság 12 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítéli. Ez volt az elsőfokú ítélet, de Schönstein Sándor ezután fellebbezett. Az ítélet ellen fellebbezést jelentek be. Ilyen ennyit és véget, mint hogy ártatlan vagyok. Az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatása. Később másodfokon a bíróság új eljárás lefolytatását rendelt el. Tessék a bilincset levenni. Balla Irma fia végül szabadon távozhatott, később pedig már a megismételt eljárásban bizonyíték hiányában felmentették. Ellenemelt vád alól felmenti. Most pedig újabb fordulatot vett a több mint 7 éve tartó ügy, illetve egészen pontosan nem teljesen újat, mivel azt a férfit gyanúsítják a Blik szerint a gyilkossággal, aki korábban kétszer is bevallotta, hogy ő ölt. Igaz, ezeket mind a két esetben vissza is vonta, most pedig egy DNS minta alapján gyanúsíthatják. A férfi korábban rendszeresen dolgozott Balla Irma házában. Schönstein Sándor, aki 23 hónapot, csaknem 2 évet töltött börtönben, a jogerős felmentő ítélet után kártérítési pert indított a magyar állammal szemben. Ügyvédje azt mondja, a mostani per mellett újabbat indítanak majd, akkor, ha a most még csak gyanúsított férfit valóban elítélik. A mi ügyfelünk relációjában az a lényegi változás, hogy nem bizonyíték hiányában, hanem bűncselekmény hiányában került felmenteni. Így az eredetileg követelt összeg akár dupláját is kaphatja Schönstein Sándor. És a stúdióban itt van Schönstein Sándor. Jó reggelt kívánok, reggelt, köszönöm kívánok szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. De először is az érzéseire lennék kíváncsi. Arra, hogy egy újabb fordulat következett be az ön édesanyjának meggyilkolásának ügyével kapcsolatban. Hát igazából én nagyon örülök annak, hogy ez a fordulat most bekövetkezett, és végre a másik oldalán vagyok az ügynek. Talán egy kicsit már kevésbé reméltem, hogy ez bekövetkezhet, ugyanis ennyi idő elteltével már nagyon nehéz új bizonyítékokat találni. Tulajdonképpen most húsvétkor lesz 8 éve annak, ugye, hogy az ön édesanyját meggyilkolták az otthonában. Így van. Tehát nem is bízott abban, nem is reménykedett abban, hogy megtalálhatják valamikor a valódi gyilkost? Ez az ember, akiről most szó van, mint ahogy az előbb is hangzott, már tett beismerő vallomást ezzel kapcsolatban. Kétszer is, utána ezt visszavonta, és ekkor a rendőrség nem foglalkozott vele. Hogyha ezeket a dolgokat, amik most kiderültek, akkor fedezték volna fel, vagy derítették volna fel a rendőrök, akkor valószínűleg nem kerül sor az én elítélésemre sem. Ön kétszer egy évet ült börtönben, ártatlanul, előzetesben. Aztán elítélték 12 év fegyházra. Utána jött egy újabb fordulat, mert azt mondták, hogy hát nincsen elegendő bizonyíték, önt fel kell menteni. De valószínűleg azért ön az elmúlt években ugye valahogy úgy kellett, hogy élje az életét, hogy bár tudta magáról, hogy ártatlan, és lehetséges, hogy egy csomó embernek kellett magyarázkodnia, nem tudom, de meséljen erről az elmúlt 8 évről. Azok az emberek, akik igazán közel álltak hozzám és ismertek, azok végig kitartottak mellettem, bíztak az ártatlanságomban, hiszen ismerték a jellememet és ismerték az édesanyámhoz való hozzáállásomat. Azok, akik csak érintőlegesen hallottak az ügyről, a médiából mondjuk, és nem rendelkeztek minden információval, nekik nyilvánvalóan lehettek kétségeik. Érezte ezt az évek alatt? Úgy néztek önre, úgy viselkedtek önnel? Igazából szerintem, aki rosszat gondolt rólam, az inkább elkerült engem. Tehát én szemtől szembe nem nagyon kaptam ezt vissza. De ezt át is élte egyébként az elmúlt évek alatt, Sándor, hogy elfordultak öntől olyan emberek, akik korábban szóba álltak önnel? Volt, tehát
lazábban hozzám kötődő társaságból nagyon sok ember lemorzsolódott. Talán egy kicsit annak is köszönhető ez, hogy egy ilyen börtönben töltött idő után az ember visszahúzódóbb lesz, ő is kevésbé tartja a kapcsolatot, és hát akikben felmerült az, hogy ez a dolog esetleg igaz lehet, ők nyilvánvalóan jobban tartották ezek után a távolságot. Az életben vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzi az ember, hogyha valakivel találkozna, akkor úgy mit mondana neki? Vagy hogyan viselkedne vele szemben? Játszott most már azzal a gondolattal az előző két nap óta, hogy ha találkozna Dél Lajossal, aki 8 éve úgy éli az életét, hogy tulajdonképpen ezt a gyilkosságot elhallgatta, ha és amennyiben tényleg ő a valódi elkövető, de ugye most ez a feltételezés. Szóval, hogyha találkozna vele, akkor hogyan viselkedne Dél Lajossal? Mit mondana neki? Hát ez egy nehéz kérdés. Nem tudom, hogy mit mondanék neki. Ha őt ezzel a gyilkossággal megvádolják, akkor én az ő tárgyalásán mindenképpen ott akarok lenni, és szeretném tudni, hogy mi történik ezzel kapcsolatban. Úgy tudom, hogy erre van is lehetőség, mint édesanyámnak a leszármazottja, képviselhetem a sértetti felett az ügyben. De annyira a jogi dolgokkal nem vagyok tisztában. Inkább csak érzelmileg kérdeztem, hogy ezzel de a gondolattal mindenképpen ott szeretnék lenni és tudni, hogy ez az ügy számomra is megnyugtatóan zárul el. Hogyan fordulhatott az elő, mert nyilván ezért Magyar Györggyel, az ön jogi képviselőjével, egykori jogi képviselőjével ezért sokat konzultáltak most az előző napokban, de az hogyan fordulhatott elő 8 évvel ezelőtt, hogy önt egyáltalán meggyanúsították, el is ítélték ugye első fokon, miközben a gyilkosság időpontjában ön egészen másút volt, egy szalonnasütésen, ugye baráti társasággal együtt? Ez úgy lehetséges, hogy az orvos szakértő nagyon nagy intervallumot állapított meg, amikor a gyilkosság bekövetkezhetett. Ez egy több mint 12 órás intervallum volt, ha jól tudom. Ez alatt, az idő alatt én hazamentem, tehát csak voltak olyan körülmények, amik ennek az ellenkezőjét mutatták, amit valamiért az akkori bíróság nem vett figyelembe. Például az, hogy édesanyámnak a telefonja eltűnt, és az éjszaka közepén átvándorolt, amik közben én nem voltam otthon, a város egyik végéből a másikba. Mert hogy ezt a valódi gyilkos magával vitte, és arról talán kezdeményezett is ugye hívásokat, vagy hívást? Így van, egy hívást is kezdeményezett, aminek szintén megvan az időpontja, majd amikor én hazaértem, felhívtam a telefont, és ekkor a cella információkat szintén meg tudják állapítani, és akkor már a város másik végén tartozik. Soha az életben ezt az érzést szerintem az ember nem tudja meg, hogy ne tudhassa meg, amit önnek át kellett érnie, hogy nem csupán, most ne arra ugyan, hogy így mondom, hogy nem csupán egy gyilkossági ügybe keverik, hanem egy olyan gyilkossági ügybe keveri, ahol a legközelebbi hozzátartozója a saját szülője áll. Ezeket a pillanatokat, ezeket az éveket ön hogyan tudta átvészelni? Hát nagyon nehéz, és ez szerintem csak úgy lehetséges, hogyha az ember mellett a családja és a barátai kiállnak, és tartják benne a lelket. És akkor szerencsére mellett voltak azért ilyen emberek. Szerencsére nekem a családom ilyen. Nagyon jól megfogalmazta Magyar György, ugye itt a sajtónak is, nekünk is azt, hogy nagyon-nagyon fontos lépés lesz most a következő időszakban az, hogy változtassanak az ön jogi megítélésén. Mert ugye mit mondott a bíróság korában, hogy bizonyítottság hiányában önt felmentik. Magyarán szóval, hogy nincs bizonyíték, felmentjük az Önstein Sándort. Ugye most önök azt akarják elérni, Magyar Györggyel együtt, hogy gyakorlatilag bűncselekmény hiányában. Ettől, ha ez meg is történik egyébként, úgy érzi, hogy meg fog változni a külvilág megítélése önnel szembe, az ön lelkettől könnyebb lesz, jobb lesz a közérzete? Az, hogyha megvan a valódi tettes, nyilvánvalóan a közmegítélést is befolyásolja. Az viszont, hogy engem úgy mentsenek fel, hogy kimondják az ártatlanságomat, nekem erkölcsi szempontból nagyon fontos. Én emiatt felleveztem, amikor másodjára a
2016-ban mentettek fel, akkor pontosan ezért fellebeztem a másodfokra. És tulajdonképpen ugye ezzel párhuzamosan, vagy korábban önök már elindítottak egy kártérítési pert, ugye ami arra vonatkozik, hogy kétszer egy évet ült ártatlanul a börtönbe, és akkor lenne most ez a másik része, hogy erkölcsileg is valamilyen formában ne kárpótolják önt. Igen, gondolom. Arról beszéljünk most egy kicsit, Sándor, hogy a nyomozóhatóságnak nyilván itt most már nagy mozgástere nem lesz, tehát pontot kell tenni ennek az ügynek a végére. Mondhatnánk ugye azt is, hogy több hibát nem követhetnek el, hiszen ennél fatálisabb hibát ugye a nyomozóhatóság részéről senki sem tud, vagy kellene, hogy elvárjon. DNS-ekre nem figyelnek oda, hogy a telefont elvitték, annak a cella információját nem kutatták le jól. De hogy közeledik mégis egy olyan rossz szó, de érteni fogja, hogy ezt miért mondom, évforduló, amikor ön elvesztette az édesanyját. És arra lennék kíváncsi, hogy mennyire tudja jól megőrizni egy ilyen nehéz, egy ilyen terhelt időszakban édesanyjának az emlékét. Hát... Ugye arra gondolok, hogy ilyenkor az ember valószínűleg inkább arra koncentrál, hogy megvan a gyilkos, ítéljék el, találják meg a megfelelő bizonyítékot, kerüljön a rácsok mögé, de azért ön tud, vagy tud az édesanyja emlékével kellően foglalkozni, szerintem törődni? Szerintem, amikor a édesanyámra emlékezem, ezeket az emlékeket teljesen megpróbálom félrerakni, és csak a vele kapcsolatos szép dolgokra emlékezni. És ön szerint ő, mármint az ön édesanyja, figyeli föntről az eseményeket? Alapvetően egy racionalista világnézetet képviselek, de úgy gondolom, hogy fontos az, hogy képviseljem őt ebben az ügyben. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és bármilyen újabb fordulat lesz ebben az ügyben, természetesen foglalkozni fogunk velük. Köszönöm szépen. Egyszer.